30 évvel ezelőtt temették újra Horthy Miklós szülőhelyén Kenderesen. Az 1993. szeptember 4-i eseményről emlékeztek meg az Alföldi városban. Én mindig boldogan készülök minden Horthy ünnepségre, bevallom magának. Múlt héten is avattunk Horthy szobrot, én mindig lélekbe, szívvel, lélekkel Horthy vagyok, és boldog vagyok, hogy egyáltalán ma már megengedhetjük ezt. Hosszú évtizedeken át nem hallottunk csak rosszat a Horthy családról, hát persze, hogy örülök ma neki. Horthy Miklós 1920-tól 1944-ig volt Magyarország kormányzója. A portugáliai Estorilban hunyt el 1957. februárjában. Végakaratában meghagyta, hogy holttestét addig nem szállíthatják Magyarországra, míg a szovjet csapatokat ki nem vonják az országból. Méltóságteljes emlékező ünnepség a mai Vitéz nagybányai Horthy Miklós újra temetésének 30. évfordulóját ünnepli Kenderes. Ezt az évfordulót ünneplik mindazok, akik tisztelik kormányzórat, aki a 20. század egyik legjelentősebb magyar politikusa volt. Az évfordulón nagyon sokan részt vettek azok közül is, akik már 1993-ban is ott voltak Kenderesen. Egy nagyon fontos a magyarság szempontjából is, hiszen 30 esztendővel ezelőtt az újratemetésen, mint fiatalember én is részt vettem. És azt gondolom, hogy a magyar történelemmel tisztába kell lenni, helyre kell tenni a negatív, pozitív dolgokat is, és Magyarország kormányzója volt Vitéz nagybányai Horthy Miklós, és az ő emlékét ápolni kell, és tisztázni kell az ő szerepét, az ő lehetőségeit Magyarország történelmében. A Horthy Ligetben tartott beszédek után a kormányzó családi kriptájánál helyezték el az emlékezés koszorúit.